Közösségi költségvetés 2020. Tisztelt harmadik kerületiek, kedves javaslattevők és szavazók! Közösségi költségvetés 2020 kampányunk bő 3 hónap közös munka után az eredményhirdetési szakaszba ért, de engedjék meg kérem, hogy a gratulációk előtt azoknak is köszönetet mondjak, akik elfogadták a meghívásunkat arra, hogy kerületünk jövőjéről közösen gondolkodjunk és közösen döntsünk. Mindenki, aki akár a javaslatával, akár a szavazatával hozzájárult egy-egy körzet fejlesztéséhez, szépítéséhez, biztonságosabbá tételéhez, példaként áll a közösségünk előtt. 50 millió forint sorsáról hoztunk közösen döntést. 4485-en adták le a voksaikat a szeptember 13-i zárásig. Nem csak a projekt sikerét tükrözi, de az önök együttműködését, szándékait, partnerségét illetően is beszédes adat ez. Általánosságban elmondható, hogy élen jártak az óvoda felújításokra adott voksok. Természetes, hiszen az egyik legfontosabb dolog az életünkben, hogy legdrágább kincsünk, a gyermekünk színvonalas, barátságos, biztonságos és modern környezetben töltse napjait. Nem meglepő adott tehát, hogy a második, harmadik, ötödik, hetedik és tizedik körzetben is óvodafejlesztés valósulhat meg az önök szavazatai alapján. Az egyes körzetben a környezet megújítását szolgáló projekt lett a befutó, a Kiszteli Park, Csíkszereda Park és Harsánylejtő környékén lévő megrongálódott, elhasználódott padok felújítása és cseréje valósulhat meg. Ugyancsak fontos projekt kapta a legtöbb voksot a negyedik körzetben, amely a biztonságot szolgálja. A Kaszásdűlői Hév megállónál található zebra feltűnőbbé tétele a gyalogosok biztonságos átkerését szolgálja majd. A biztonságérzet növelése fontos volt még a 8. és 9. körzetben, ahol a forgalmas csomópontra kihelyezett térfigyelő kamerarendszer fejlesztése lett dobogós. A 6. körzetben a Mészkő Parkban madárles és hozzátartozó tanösvény kialakítása című fejlesztés győzött, ami azt jelenti, hogy a szavazók számára fontos a környezet és a természetvédelem. A fejlesztést a Háromhegyek Közhasznú Egyesülettel együttműködve végezzük majd. A szavazási körben most be nem került javaslatok is értékesek számunkra, ezek fejlesztési irányokat mutatnak nekünk. A szavazásból most kimaradt 1 millió forint alatti projektekről, melyet saját hatáskörben valósítunk meg, hamarosan elérhetővé teszik azt az interaktív térképet, amelyen nyomon követhetik azok megvalósulását. Még egyszer köszönöm önöknek, hogy együtt dolgozhattunk, és kérem, hogy jövőre ugyanilyen lelkesen és aktívan vegyenek részt a kezdeményezésben. Gondolkodjunk és cselekedjünk közösen, otthonunkért, Óbuda békás megyéért.